Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Invázió, elárasztották a lakásokat a poloskák. Szüret, nem sürgeti semmi a gazdákat, az első eredmények jó évjáratot ígérnek. Megemlékezés, a lengyel-magyar barátság előtt tisztelettek Bonyhádon. Ezüstéren újra tarolt a tolnaiak legjobb kenusa. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Elárasztották a poloskák Magyarországot, méghozzá nem is akármilyen, hanem egy ázsiai faj jelent meg az országban 2 évvel ezelőtt. Vörös Géza, a Tolna megyei kormányhivatal szakembere azt mondja, az ázsiai rovarok Európában való elterjedése az áruk szabad mozgására vezethető vissza. A kicsi, zöld vagy éppen barna bűzös rovarok nagy kárt okoznak a mezőgazdaságban. Most már azt mondom, hogy tényleg nem fogunk velük bírni. Éppen 2 ázsiai poloskafajt mutat Vörös Géza, a Tolna megyei kormányhivatal szakembere. A köznyelvben egész egyszerűen büdös bogárnak nevezett rovarok, ezen fajai 2 évvel ezelőtt érkeztek Magyarországra, és azóta igen elterjedtek. Miként ezen a tavalyi poloska térképen is látható, Tolna megyében is igen sok van belőlük. Elsősorban nyílászárokon keresztül húzódnak be a lakásba, a melegre, megbújva a repedésekben, függönyökön. Inváziós károsító fajok terjednek Európa szerte, délről, keletről, Magyarország irányába is. 2 inváziós poloskafaj jött be hazánk területére, az egyik a zöld vándorpoloska, a másik az ázsiai márványos poloska. Mind a kettő hasonlít egymáshoz, az ázsiai márványos inkább barna és egy kicsit kisebb, a zöld vándorpoloska pedig élénk zöld színű, imágó alakba, a kis lárváit pedig látjuk évek óta a zöldségféléken szívogatni. Nagy kárt okoznak tehát a poloskák a mezőgazdaságban. Nem csak a gazdák, a borászok is panaszkodnak a túl sok poloskára, hiszen a szőlővel a hordóba kerülve rontja a bor minőségét. A szakember azt mondja, a poloskák ellen védekezni legfeljebb szúnyoghálóval lehet, esetleg porszívóval tüntethetjük el a hívatlan vendégeket, vagy választjuk a hagyományos utat és kézzel tessékeljük ki a lakásból a rovarokat, vállalva az ezzel a művelettel együtt járó bűzt. Fél idejéhez érkezett a szüret a szekszárdi borvidéken, a borászatok közel azonos mennyiségeket betakarítva végeztek a fehér szőlővel és a korai fajtákkal. Ha az időjárás nem szól bele a folyamatokba, október közepéig mindenhol befejezhetik a munkálatokat. Ha jó a szüret, mint például most ez a hét, akkor ez alánylag kényelmesen telik, tehát ilyen 50-60 mázsa szőlőt beszedünk, és akkor az így egy napra ez teljesen elegendő is. Nagyjából a termőterület feléről már a feldolgozókba került a szőlő a borvidéken. A karakáig bezárólag a kék szőlők és a fehérek már a pincében vannak. Sebestyén Csaba azt mondja, egy kényelmes betakarítási tempót diktálhatnak, amíg az időjárás nem kezd a gazdák ellen dolgozni. Gyakorlatilag beleálltunk a mai nappal a két frankos szüretbe. Hasonlóan szerintem a borvidék többi szereplőjéhez is, tehát így ismerve a pincéknek a helyzetét, gyakorlatilag mindenhol ugyanezt hallom. Nagyon kedvezőek a kilátások, igazán a késői fajtáknak ez a 100 milliméteres, ami a 2 hete volt, az gyakorlatilag most már úgy látszik, hogy nem ártott meg. Nagyon pozitív eredményeket hallok mindenhonnan, musfokokat, savakat, tehát gyakorlatilag a szőlőnek az érettségi állapota az elég jól alakul. A borász egyetért egy Györfi Balázsnak, az Agrárgazdasági Kamara elnökének véleményével arról, hogy Szekszárdnak és a hasonló borterületeknek a minőségi termékek felé kell elmozdulni. 2017-es évről elmondható, hogy kiemelkedően jó évjárata lesz a borvidéknek. Én is azt gondolom, hogy egy ilyen kisebb vagy közepes méretű borvidék, mint a szekszárdi borvidék, világviszonylatban gyakorlatilag nem lehet a mennyiségi termelés az útja. Szeretnénk mi is egyre inkább a minőséget emelni, tehát a meglevő jó minőséget még tovább fokozni, és hát remélhetőleg ez majd a későbbiekben a bor árát is, és hát a felvásárlási árakat, a szőlőfelvásárlási árakat is majd pozitív irányba mozgatja. Amennyiben drasztikus időjárásváltozás nem áll be az elkövetkezendő 1 hónapba, október közepére befejezhetik a munkálatokat, és a borászok a tavalyihoz hasonlóan magas minőséggel jelenhetnek meg a borpiacon.
A magyar borágazatnak nem a tömegtermelés a sajátja, hanem a minőséggel lehet versenyképes a nemzetközi piacon, mondta Györfi Balázs, a Magyar Agrárgazdasági Kamara elnöke. Megítélése szerint a dél-amerikai és dél-afrikai borok más piaci szegmensen mozognak, mint a magyarok, és ezt a különbséget kell a magunk javára fordítani. Jó minőségű borokat kell előállítani, olyan árérték arányban, ami a piac számára vonzó, ami valóban számíthat érdemi keresletre, de úgy egyébként, hogy ez egy hosszú távú fejlődés biztosít, és nem feltétlenül az alacsonyabb minőséget kell megcélozni, hisz a termőhelyi adottságaink és az a szakértelem, ami az országban megvan, az sokkal inkább erre predesztinál bennünket. Közel egy évszázados hagyománya van Kapospulán a Szüreti Fesztiválnak. Idén ez alkalomból kiállítottak a foltvarrók, fellépett a helyi tánccsoport, főzőversenyt is rendeztek, és kidobolták az elmúlt év történéseit. A Kapospulai Szüreti Fesztivál délelőttjén kiállítás nyílt a Bögdösöd foltvarrók elmúlt egy évben készült munkáiból a helyi kultúrházban. A településen közel egy évszázados hagyománya, múltja van a Szüreti Fesztiválnak, Szüreti Bálnak. A 30-as évektől ez már a faluban működött. Hát elég nagy népszerűsége van, igazából ez egy komoly megmozdulás a falu életébe. Itt igazából kidoboljuk az előző év érdekes történéseit. Gyülekezik a nép, izgatottan készülődnek a felvonulásra. A lovak is fülüket hegyezik és az indulásra várnak. Majd megjelennek rendőri felvezetéssel a felvonulók a főutcán. A szüreti felvonuláson régen 15-20 lovaskocsi hintó is felvonult, mondta a település első embere. Mára már csupán a helyi vízmente néptánc csoport a komoly összetartó erő. Míg régebben Dombóvára is bementek, ma már szerényen a falu utcáit járják végig. Közben a nagy sátor mellett már folyik a készülődés a főzőversenyre. A bográcsokban vaddisznó, marha és disznópörkölt, valamint babgulyásnak való rottyog. A Szemközti utcából, Jókai utcába jöttünk, barátainkkal, családjainkkal, és amit találtunk otthon, azt hoztuk ide, és egy babgulyás fogunk főzni, füstölt és sertés és marha hússal együtt. A sátorban a dombovári zenész együttes fújja a talpalávalót. Ezen a napon valóban megpróbáltak lazítani a kapospulaiak. A rőzse és gajégetésből keletkező tűzkárokra figyelmeztet a katasztrófavédelem. Belterületen általában tilos szabad téren égetni, kivéve ott, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi. Természetesen a kerti grillezés, a szabad téren való sütés-főzés továbbra is megengedett a tűz állandó felügyelete mellett. A külterületen lévő lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkező hulladék égetését előzetesen engedélyeztetni kell az illetékes környezetvédelmi és tűzvédelmi hatósággal. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. Aki megszegi a szabályokat, bírságot kaphat. Jerzy Sponek, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete látogatott Bonyhádra. A két ország közötti szoros kapcsolatot fejezi ki a városban álló Lengyel-Magyar Barátság emlékműve. A 7 évvel ezelőtti avatás tiszteletére azóta minden évben, szeptember 18-án megkoszorúzzák a faragott alkotást. Erre az alkalomra érkezett a városban nagykövet és felesége is, akik harmadik alkalommal látogattak Bonyhádra. Az országban néhány olyan emlékmű van csupán, ami a magyar-lengyel barátságot és a két nemzet közötti szoros együttműködést jelképezi. Az egyiket pontosan 7 évvel ezelőtt avatták Bonyhádon szeptember 18-án. Az emlékmű a Székely Emlékparkkal szemben kapott helyet, melyen Stanislav Vorcel híres mondata is olvasható. Magyarország és Lengyelország két örök életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Itt van az emlékmű mellett egy egygyökerű kéttörzsű fa, tehát mi még tovább megyünk az egykori lengyel történészen, publicistán, aki Kossuth Lajosnak is jó ismerőse volt a 19. században. Itt áll az emlékmű mellett a magyar-lengyel barátság fája, így hívjuk.
A Bonyhádi Magyar-Lengyel Baráti Társaság kezdeményezésére Bonyhád város önkormányzatának támogatásával készítették el az emlékművet, mely a két ország közötti mindenkori jó viszonyt szimbolizálja. A 7 évvel ezelőtti avatás tiszteletére koszorúzással egybekötött ünnepet tartottak most kedden, melyen Jerzy Szponák, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete és felesége is részt vettek. A lengyel nemzet mindig számíthat a magyarokra, és a magyar nemzet a lengyelekre. Minden válságos pillanatban, minden nehéz körülmények között. Ez nagyon nagy érték, és nagyon fontos, hogy ápoljuk tovább, mert ez egyedülálló jelenség a világtörténelemben. Bonyhád város részéről Filóné Ferenc Ibolya polgármester és Vizén Balázs kommunikációs munkatárs helyezte el az ünnepi koszorút a Lengyel-Magyar Barátság emlékművénél. Egyéni és páros ezüsttel a nyakában tért haza a napokban Portugáliából az idei kajakkenu világbajnokságról Boros Adrián, a Tolnai Egyesület sportolója. Óriási versengés közepette utasított maga mögé legalább 5, mindkét számban világbajnoki címre esélyes spanyol, portugál, francia hajót. Azt mondja, kihozta magából a maximumot, és változatlanul hisz abban a 28 éves sportoló, hogy előbb-utóbb világbajnok is lesz újra belőle. Egy kicsit más taktikát kell bevetnünk, mert jövőre nem rohanunk ennyire, mint idén. Elég későn lesz a világbajnokság októberben, és ennek jegyében szerintem később is fogunk vízre szállni, tehát nem kell ezt a februári dolgot erőltetni, hanem úgy gondolom elég, hogyha márciusban szállunk először vízre. Most itt lehet, hogy úgy gondolom, hogy az EB-t nem azt mondom, hogy nem kell komolyan venni, hanem lehet egy fokkal lájtosabban, és utána a VB-re sokkal jobban felkészülni. Nem lehet építkezni a pécsi ürögi városrészben egy változtatási tilalom, élményfürdő, ülésezett a Városfejlesztési Bizottság. Főjegyzők, Kaposváron ülésezett a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének főjegyzői kollégiuma. Horvát alkotók, Böhönye testvértelepülésének munkáiból nyílt kiállítás. Nem lehet építkezni a pécsi ürögi városrészben egy önkormányzati döntés miatt. Változtatási tilalmat rendeltek el az ott lakók kérésére. Azt szeretnék elérni, hogy kevesebb és kisebb lakóingatlan épüljön a területen, ezért változtatnak az építési szabályzaton. Addig azonban nem indulhat egyetlen beruházás sem. A pécsi Aquapark ügyét is tárgyalta volna a Városfejlesztési Bizottság, de egyelőre ezzel még várni kell. Építési telek eladó hirdetik több helyen a Mária dűlőben. Azonban már nem sokáig lehet ebben a városrészben családi vagy társasház építésébe kezdeni. Így döntött az önkormányzat szakbizottsága. Ez egy lakossági kérésre megfogalmazódott változtatási tilalom elrendelése, amely jelenleg azt a már kiépült és meglévő családi házasövezeti beépítettséget kívánja védeni, amely az ürögi városrészben egy városrészi sajátosságként jelenik meg. Úgy akarják módosítani az építési szabályzatot, hogy kisebb területet lehessen beépíteni. Így kevesebb ház épülhessen az ürögi városrészben. Még nem módosítják a rendeletet, addig egyáltalán nem lehet építkezésbe kezdeni. Ezt fogadta el a Városfejlesztési Bizottság kedreggel. Tüskésréten vagy máshol épül meg a pécsi Aquapark, ez a csütörtöki közgyűlés legjobban várt kérdése. Egyáltalán mekkora strandot épít az önkormányzat, mekkora összeget szán a beruházásra. Azonban erről még a bizottság sem tud semmit. Vannak még olyan egyeztetési kérdések, amelyek ennek a elég fajsúlyos témának a kapcsán mindenképpen hátra vannak, és ez egy kicsikét ugye módosította itt a helyzetet a tárgyalás tekintetében, de nyilvánvalóan, hogy ezek a közülésre megtörténnek ezek az egyeztetések, és akkor majd a városi nagy döntéshozó testület
állást foglalhat a kérdésben. Korábban a füzesdűlőben építette volna meg az önkormányzat 25 milliárdért az élményfürdőt. Ellenzéki nyomásra most a Tüskésrét lehet a beruházás helyszíne, és valószínűleg kisebb összegbe kerül majd a strand. Pécs polgármestere azt mondta korábban, hogy gazdaságilag fenntartható fürdőt akarnak. Ha ez nem teljesül, akkor nem lesz akvaparkja Pécsnek. Jól haladnak a top források pályázatainak megvalósításai. Erről is beszámoltak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége főjegyzői kollégiumának kaposvári ülésén. A Somogyi Vármegyeházán tartott ünnepségen a főjegyzők, jegyzők tárgyaltak továbbá az önkormányzati feladatok segítését végző és szabályozó informatikai rendszerről, amelyet a megyei önkormányzatok is bevezetnek. Megyei szinten 6-8% többletforrás jut az eddigi kereten felül a top pályázatokra a költségek növekedése miatt, hangzott el a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének főjegyzői kollégiumi tanácskozásán. A résztvevők a területi operatív programokkal kapcsolatos kérdéseket is megtárgyalták. Jó úton járunk, rengeteg jogi meg Európai Uniós útvesztőbe keverednek bele az önkormányzatok, így mi is, de ezeket sikerül, úgy látjuk, hogy sikerül megoldani, és amikor ezek megoldódnak, akkor úgy látható, hogy ez a jelentős összeg, amit az Európai Uniótól nyert Magyarország, ez az ország javát fogja szolgálni, és megvalósulhatnak azok a projektek, amiket a települések készítettek ennek érdekében. A megvalósításról is szót ejtettek a résztvevők, akik a megyékben előforduló tapasztalatokat is egyeztették. Somogyban az elnyert pályázatok végrehajtása még javában tart. Most már azért elkezdődtek a pályázatok átadásai, illetve a lezárt projekteknél a fejlesztéseket bemutatjuk a nagyközönségnek. 43 milliárd forrásból, kicsit több mint 43 milliárd forrásból, 2 milliárdnyi forrás nincs még lekötve. Várható lesz majd további pályázati kiírás. A főjegyzői kollégiumnak 19 megyei jegyző a tagja. Ők tartották hagyományos tanács ezúttal a Somogyi Vármegyeházán. Ez a kollégium tulajdonképpen a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége mellett működő munkaszervezet, vagyis azok a feladatok, amiket a megyei önkormányzatokat érik, azok itt kerülnek megbeszélésre, hogy ezeket hogy hajtsuk végre egységesen, mik a problémák, azokra kidolgozzunk különféle javaslatokat, amiket az elnökök képviselhetnek a megfelelő helyeken. A megyei önkormányzatok 2019. január 1-től csatlakoznak az úgynevezett ASP rendszerhez, erről is tanácskoztak a jegyzők. Az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszer célja, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan és igénybe vehetők legyenek. Az ülésen emellett szó volt a GDPR, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet megyei önkormányzatokat érintő feladatrendszeréről is. Horvát alkotók munkáiból nyílt kiállítása a Somogy megyei kormányhivatalban. Böhönye és Sokolovác testvértelepülési kapcsolata révén láthatók a határon túli művészek festményei a megyeszékhelyen. A tárlaton klasszikus tájképek és modern alkotások is egyaránt helyet kaptak. A horvát Sokolovác és a Somogy megyei Böhönye idén kötött testvértelepülési kapcsolatot. A sokolováci művészeti kör festményeit először a böhönyei illésnapi búcsú keretében láthatta a közönség. Az alkotások most a Somogy megyei kormányhivatal galériáján kaptak helyet. Az is szimbolizálja a két megyének, a Kaprónce megyének és Somogy megyének a nagyon régóta visszanyúló, a régi időkre visszanyúló jó kapcsolatát, hogy egyes olyan települések is vannak, akiknek sikerült tartalom megtölteni a testvértelepülési kapcsolatokat, és egy ilyen művészeti kiállítás bizonyítja azt, hogy van élet ezekben a testvértelepülési kapcsolatokban. Sikerült találni egy olyan közös pontot, ami a mind a két település lakóit megérinti. Ez a kiállítás ennek a bizonyítéka, fogalmazott a kormány megbízott a tárlat megnyitón, amely a kezdete a további kapcsolatnak, együttműködésnek. Mindkét település hasonló nagyságrendű méretű, egymástól mindössze 88 km távolságra vagyunk, és a kulturális sport és közösségi kapcsolatokat szeretnénk a jövőben erősíteni. Reméljük, hogy európai uniós projektek is íródnak ki a határmenti települési kapcsolatok élénkítésére. A kormányhivatal galériáján nyílt tárlaton 11 sokolováci művész alkotásai láthatók, amelyek főként táj- és életképek.
A tehetségkutatóval megkezdődött az idei diák olimpiai szezon, ez a szintfelmérő verseny edzőknek és pedagógusoknak egyaránt fontos, hiszen a tanév elején valós képet kaphatnak a gyerekek edzettségéről. A testnevelőknek hamarosan össze kell állítaniuk az iskolai atlétikai csapatokat, a trénerek pedig újabb diákokat nyerhetnek meg a sportágnak. Elkészült a 2018-19-es szezon diákolimpiai versenytervezete, mind az ÉP, mind pedig a fogyatékkal élő sportolók számára. Baranya megye a kosárlabda B kategóriás 5.-6. korcsoportos országos döntő, valamint a tanulásban akadályozottak számára kiírt zsinórlabda diákolimpia országos döntő rendezési jogát nyerte el. Az első verseny szokás szerint a szintfelmérő tehetségkutató volt a Várkői Ferenc Diáksportcentrumban. A fontosságát az emeli ennek a dolognak, hogy ezután következik majd a csapatbajnoki megmérettetés, és azért egy olyan szintfelmérés a nyári szünet után a kollégáknak, hogy mennyire eresztettek le a tehetséges gyerekeik, hogy a nyár folyamán. Az atlétikával foglalkozó szakemberek egyébként azért látogatják szívesen ezeket a versenyeket, mert a tehetséges fiatalok között mindig akad néhány, aki még nem köteleződött el más sportágak irányába. Én elsősorban, vagy inkább úgy mondanám, hogy a futáshoz értek, itt edzősködök több mint 4 évtizede, az állóképességi sportágban nincs az a kor, hogy túl korai, és nincs az a kor, ami már nem alkalmas. Ez 6-7 éves kortól 90 éves korig lehet csinálni, és itt a sérülésnek a legkisebb veszélye sem áll fönn, nincsenek olyan mozgások, mozdulatok, amikor elfáradok, lassabban futok. Ilyen végtelenül egyszerű. Tavaly több változás is érintette a diákolimpiai küzdelmeket. Két sportág visszakerült a felmenő rendszerű bajnokságba, labdarúgásban egységesítették a pályaméreteket, és az iskolaközpontok megszűnésével a tagintézményeknek 2017 ősze óta külön csapattal kell kiállniuk a versenyeken. Ezeket a változásokat megtartják a most induló szezonra is. A fogyatékkal élő diákok egyébként október 4-én a Tanak eseni őszi atlétika versenyen mérhetik össze tudásukat először ebben a tanévben. Végül a legfontosabbak újra. Invázió, elárasztották a lakásokat a poloskák. Szüret, nem sürgeti semmi a gazdákat, az első eredmények jó évjáratot ígérnek. Megemlékezés, a lengyel-magyar barátság előtt tisztelettek Bonyhádon. Ezüstéren újra tarolt a tolnaiak legjobb kenusa. Tolna megyében csütörtökön is marad a túlnyomóan derült, száraz, eseménytelen, szélcsendes nyári időjárás. Körülbelül 1 Celsius fokkal tovább emelkedik a hőmérséklet a szerdaihoz képest. Este, valamint éjszaka sem történik változás az időjárásban, a hajnalok is enyhülnek. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!